A mi segítségünk az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Így ülve maradva imádkozzunk. Megváltó Urunk Jézus Krisztus, magasztalunk téged, és elhisszük, amit mondtál, hogy te magad vagy az út, az igazság és az élet. Köszönjük, hogy aki veled a hit által kapcsolatba kerül, az tőled életet kap. Elvehetetlen, teljes, örök életet. Köszönjük, hogy a te igéddel te magad támasztod élete a lelkileg halottakat. Kérünk, hogy végezd ezt közöttünk is, és használj minket eszközödül, hogy általunk is végezhesd. Segíts most úgy elcsöndesednünk, mint akik tudjuk, hogy előtted állunk, és tőled szeretnénk útmutatást, örömhírt, bátorítást, feladatot kapni. Amen. Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 11. részének 23. verséből olvasom. 11. rész 23. verse így hangzik. Hitáltal rejtegették Mózest születése után 3 hónapig a szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Délelőtt ennek a mondatnak a folytatásáról volt szó, hogy hitáltal mi mindent tett Mózes. És láttuk, hogy a felnőtt Mózes Istentől kapott nagy ajándéka az a bátorság volt, hogy inkább választotta azt, amit Isten bízott rá, Isten kínált neki, Isten parancsolt, mint amit a körülötte levő hitetlen világ. Boldog ember az, aki ma is újra és újra inkább választja azt, ami Istentől való, és semmiképpen nem választja azt, ami a világból, végső soron az ördögtől való. Most ennek a délelőtti szakasznak az előzményéről szeretnék egész röviden szólni, nem a felnőtt Mózes bátor döntéseiről, mint jó példáról, hanem a kicsi Mózesnek a sorsáról. Emlékszünk rá, délelőtt is elhangzott, hogy a fáraó elrendelte, hogy minden újszülött zsidó fiút meg kell ölni, hogy ne szaporodjon a nép. Mózes szülei azonban nem féltek a király parancsától, ahogy itt olvastuk, és elhatározták, hogy megmentik ennek a kisfiúnak az életét. A legtöbben ismerjük a történetet, otthon rejtegették, aztán amikor már 3 hónaposan annyira megerősödött a hangja, hogy kihallatszott a sírás, és a katonák járták a zsidó házakat, és ha gyerek sírás volt, megnézték, hogy fiú-e vagy leány, és féltek már otthon rejtegetni, akkor támadt ez a remek ötletük, hogy Mózes kosarat kell készíteni. Az édesapja gyékényből font egy kis kosárkát, kívül-bévül szurokkal vízhatlanná tette, még be is fették, és kitették a Nílus partján egy nádasba, ahonnan nem sodorja el a víznek az árja. Ott volt bennük az a reménység, hogy hát ha túléli ezt a gyermekgyilkos korszakot, hát ha Isten megmenti ezt a kisgyermeket. Biztonságból őrséget is állítottak, Mózesnek a nővérkéje, aki olyan 8-10 éves lehetett akkor, figyelte a fejleményeket, és azt az utasítást kapta, hogy ha bármit észlel a kosárka körül, akkor szóljon a szülőknek. Aztán arra jött a fáraó lánya, az ember megrémül, hogy éppen a fáraó lányának kellett arra sétálnia, éppen akkor rázendített a kisfiú, aztán a hang irányába mennek, fölfedezik a kisgyermeket, és elolvad a szíve, nagyon megtetszik neki ez a kicsi, és fiává fogadja. És kiderül, hogy hosszú ideig a tulajdon édesanyja táplálhatja és nevelheti. Ez már mindenképpen Isten munkája. Vagy kezdettől fogva Isten munkája? Ebből a történetből most csak ezt az egyetlen gondolatot szeretném kiemelni, hogy akit Jézus emberölőnek nevezett, az az ördög mindent elkövet az élet ellen, a fizikai élet és a lelki élet ellen is. Isten viszont mindenképpen életpárti, és mindent megtesz azért,
hogy emberek életben maradjanak, és új életre jussanak. Ő adott bátorságot ennek a hívő szülőpárnak, ő tette lehetővé, hogy életben maradjon a kis Mózes akkor, amikor sok kicsi fiút meggyilkoltak, ő adta ezt a jó gondolatot, hogy Mózes kosár készüljön, és innentől kezdve tovább is ő irányította az eseményeket. Ő irányította a gyilkos parancsot kiadó fáraó lányának a szívét is, hogy szívébe fogadja ezt a kicsikét, és így történhetett meg az, hogy az egyiptomi uralkodó udvarában nevelkedett fel művelt emberré Mózes, aki később Isten kezében lett eszköz. És itt most ugorjunk az új szövetségre, ki mondta azt, ki foglalta össze így a programját, hogy azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Jézus Krisztusban jött egészen közel hozzánk ez az új élet, ő tette hozzáférhetővé minden benne hívő számára. És hogyan ajándékozza ő ezt az életet? A János evangéliuma 5. részében részletesen szól erről Jézus, csak a 25. verset olvasom. Bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mit jelent ez? Az, hogy Jézus a hallgatóit halottaknak minősíti. Így lehetne megszólítani a hallgatóságot, kedves halott testvéreim. Ha azt az igét, amit Jézus mond, befogadjátok, meghalljátok, akkor lelki halottakból életre támadtok. Pál apostol ezt nagyon komolyan vette, és az efézusi gyülekezetnek egyenesen ezt írja, hogy titeket is életre támasztott, akik halottak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. És hogyan támasztja életre Jézus azokat, akiket akar? Az ő igéjével. Hangzik az ige, és aki arra odafigyel, és úgy hallgatja, mint Isten szavát, ahogy a tesszalonikaiak tették, befogadja és komolyan veszi, abban ez új életet támaszt. Isten teremtő szavaként működik, újjá teremti, új életre támasztja a hívőket. És minket erre bátorít most Isten igéje, hogy egy olyan világban, amelyikben a gonosz egyre rafináltabban gyilkol és pusztít, és igyekszik megakadályozni, hogy emberek életre jussanak, Jézus Krisztus kínálja az élet ajándékát, és akiket életre támasztott, azokat használja abban, hogy másoknak is továbbadják az élet igényét. A halottnak nem működnek az érzékszervei. Nem hall, nem lát, nem mozog. A lelkileg halott ember nem hallja Isten igényét, nem érti azt, még ha bele-bele olvas is a Bibliába, és nem tud tenni semmit Isten parancsára. Akit ő új életre támaszt, annak kinyílik a szeme, azelőtt megnyílik a Szentírás, az érteni kezdi, hogy mi az Istentől kapott feladata, képes engedelmeskedni Istennek, sokszor önmaga és mások ellenére is, eközben örme van, és tovább adja az életet. Vannak, akik életüknek azt a részét, amit Jézus nélkül töltöttek, nem is tekintik igazán életnek. Egy lelkipásztor mondta el, hogy amikor megválasztották abba a gyülekezetbe, ahova került, kiment a temetőbe és tanulmányozta a sírköveket. Milyen nevek vannak rajta, nem haltak-e meg túl sokan korán, és milyen sírfeliratok vannak. És talált egyet, ami így hangzott. Itt nyugszom-e hant alatt, az életem elszaladt. 27 évet éltem csupán, Jézusomat várom ezután. Juhász Gáspár a nevem, ha jót akarsz, higgy velem. És földerült a szíve, hogy végre egy evangéliumi szellemű sírfeliat. Nem olyan pogány gondolatokat tartalmaz, mint sok kőbe vésett mondat. Egy hívő ember. És hazamenve az anyakönyvbe előkereste, hogy abban az esztendőben ki volt ez a Juhász Gáspár, aki 27 éves korában meghalt, és így tesz bizonságot a sírkövére írt néhány mondat.
és talált abból az évből egy Juhász Gáspárt, aki meghalt, de az egy 87 éves bácsi volt. Aztán utána érdeklődött, és elmondták neki, hogy igen, a Gáspár bácsi 60 éves volt, amikor pogányból keresztjén lett. Ő mondta így, hogy addig pogány volt, hitetlenből hívő lett, és azt mondta, hogy ezt írják majd a sírkövére, mert az a 60 év, az a halál korszaka volt, az nem volt élet, hanem amikor ő az Úr Jézussal összekötötte az életét. Az utolsó 27 év. Az érdemli meg ezt az elnevezést, hogy élet. Amikor Jézus életről és halálról, lelkileg holtakról és lelkileg életre támasztottakról beszél, akkor ugyanerre gondol. Ami nélküle van, az a halál jegyében zajlik. Ami vele szövetségben, közösségben történik, azt lehet életnek nevezni. Mert ő nem csak azt mondta, hogy életet hoz, hanem azt is, hogy ő maga az élet. És tudjuk Pál apostoltól, hogy ő erről bizonyságot tett, mivel nekem az élet Krisztus, még a meghalás is nyereség. Jézus a hallgatóit ezúttal úgy szólította meg, hogy kedves halottak, aki közületek meghallja az igét, az élni fog. Vajon nem így kellene-e a gyülekezetet is megszólítani, hogy kedves halott és már élő testvéreim, és akik még halottak, új életet támadhatnak. Akiknek Jézus már új életet adott, tovább adhatják ezt az életet. Ma este csak ennyit szerettem volna elmondani az igénkről, mert mint ahogy azt előre bejelentettem, szeretettel köszönhetjük körünkben dr. Csuni Csungát, indiai keresztjén orvostestvérünket, és dr. Erdélyi Dánielt, akit családjával együtt ők meghívtak Indiába, és ehhez az úthoz a mi gyülekezetünk is szeretne hozzájárulni. Imádsággal is, meg anyagilag is. És hogy pontosabban lássuk, halljuk, mi is történik ott abban a kórházban, és hova hívják ezt a kedves kis családot, ezért jött ő el ma este, hogy beszámoljon és néhány képpel is illusztrálja azt a munkát, amit ők ott végeznek. Én átadom a szót most nektek, és utána majd a végén befejezzük imádsággal és a mi atyánkkal. Amíg bemelegszik a projektor, addig bemutatom a vendégünket, Juni Csungátot. Dél-Indiában született, most egy észak-indiai keresztény szervezetnek egy 40 ágyas kis kórházában dolgozik, annak a vezetője. Felesége, két kis gyermeke van most otthon. Mi 10 éve ismerkedtünk meg, amikor én 6 éves orvostanhallgatóként Indiában jártam egy kórházban, ahol ő akkor frissen végzett orvosként a gyakorlatvezetőm volt 10 héten keresztül. Juni egyben ennek az észak-indiai szervezetnek a sürgősségi, katasztrófaorvoslási csapatában is benne van, és nagyon komoly evangelizáló missziót is folytatnak, majd erről úgy is beszélni fog. Nem értettem, hogy mit mondtak rólam, de megtanultam, hogy hogy kell köszönni. Sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek. És nagyon nagy kiváltság, hogy itt és ennyiük előtt beszélhetek. Nagyon köszönöm a lehetőséget a gyülekezetnek is és a lelkésznek is. Just to put you in perspective, I showed this slide. Csak egy első áttekintésnek szeretném ezt a képet mutatni. I come from that place which is kind of completely red there in this corner. Én egy olyan helyről jöttem, ami ezen az ábrán nagyon egyöntetően vörössel van jelölve. This is a chart prepared by the Mission Atlas, World Mission Atlas Project of the US. Ezt az ábrát az Egyesült Államoknak a világmissziós atlaszából vettem. So it shows the least evangelized people groups in the world. Tehát azokat az embercsoportokat mutatja a piros színnel, azok a legkevésbé hallottak az evangéliumról. Tehát ahogy a lelkész mondta, akiknek nincs életük. So that's India, completely red there. Tehát ahogy látszik, India teljesen pirosként volt ott jelölve. This is a map of the country. Ez a India térképe. And, you find the place Fatehpur. Ott látható rajta Fatehpur.
in the middle of that circle which says 40%. Annak a kör, abban a körben, amire rá van írva, hogy 40%. 40% of India's population lives in the Indo-Ganges itself. India lakosságának a 40%-a az Indus és a Ganges környékén lakik, ezen a jelölt területen. Which is in the state of UP and Bihar. Főleg Uttar Pradesh és Bihar államokban, mert India is több államból áll. The country of India was formed by the British. Indiát valójában az angolok alakították meg, mint teljes országot. Because before the British came, it was 570 small kingdoms. Mert az ő érkezésük előtt India valójában 570 független királyság volt. We had 3000 people groups. 3000 népcsoport alkotja a lakosságot. Yeah, more than 1500 dialects. Több mint 1500 nyelvjárása van Indiának. And 325 languages. 325 nyelvet beszélnek. And more than 25 languages with scripts which are official languages. 25 olyan hivatalos nyelv, amelynek különböző betűkészlete, írásmódja van. Hindi and English are the sort of national language. Hindi és angol a nemzeti nyelv. My mother tongue is not Hindi. Az én anyanyelvem nem hindi. My mother tongue is Malayal. Malayal az anyanyelvem. Another map. This shows the Christians. Itt látható, hogy hol lakik a India keresztény lakossága. 80% of the Christians are in the south. 80%-uk délen található. I'm from the south. Én is délről jöttem. But I work in the north. De északon dolgozom. Where that 5% is. Ahol ez az 5% található. Yeah, this is another map of India. Ez Indiáról egy térkép, újfent. All those dots are our hospitals. Ezek a piros pontok, ezek a mi missziós szervezetünknek a kórházait jelölik. This is a word very familiar to all of you. Ez egy olyan ige, amit bizonyára ismernek a hallgatók. I wrote this here because India is going through a very, very socially revolutionary time. Azért választottam most ezt az igét, és magyarázom, mert India most hatalmas szociális változásokon megy át. Our growth rate is more than 99% now. A gazdasági növekedés 9% fölött van. So the country is becoming rich. Tehát úgy tűnik, az ország az gazdagodik. GDP probably 8th or 9th in the world. A teljes GDP, egy össznemzeti terméke az országnak, az első 10 között van a világnak, hiszen ez egy nagy lakosság volt. Viszont az egyfőre vetített jövedelem az $2 alatt van. Which is one of the lowest in the world. Ami az egyik legalacsonyabb a világon. We haven't read the Bible passage. Tehát Isakár fiai közül ott voltak, akik felismerték az alkalmas időt, és tudták, mit kell tennie Izraelnek. So they understood the times, and that was a time for change. Felismerték az időt, a változás idejét. And I see India's present situation as an opportunity. És úgy látom, hogy India mostani helyzete egy nagy lehetőség. For the Christians to not to get carried away by the hype of the government.